Bizony, frissen szabadult. Igen, 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 ma reggel szedték le a gipszemet, kezdem a gyógytornás, srácok, remélhetőleg minden rendben megy, ugyanis ma beleestem abba a hibába, hogy annak ellenére, hogy többen közöltétek, meg hát mások is mondták attól függetlenül, barátnőm, anyám, stb., hogy ne várjak csodát az első napon, miután leszedik a gipszet, tehát hogy nyilván kurvára de fájni fog a kezem, hogyha mozgatni akarom, mert el lesznek macskásodva, ugye nem mozgattam őket 5 hétig, stb. Ennek ellenére mégis beleestem abba a hibába, hogy szerintem túl sokat vártam el a kezemtől így az első, pontosabb még igazából még fél nap se telt el, miután leszedték a gipszet. Egy a lényeg, hogy egy kicsikét beszartam, hogy talán a bütykön mégsem ment a helyére, mert nekem még mindig úgy tűnik, hogy hátrébb van, de az igazság, hogy még be van dagadva a kezem, szóval ezt nem kellett volna a hű, de mérvadónak tekintenem. Egyedül annyi volt ebben a jó dolog, hogy fejbe fölkészítettem magam a leges legrosszabb esetre, hogyha egy pár héttel később mégis kéne egy korrekciós műtét, ne érjen hideg zuhanyként, hogy bátyja ezt műteni kéne, miután értitek, hamis biztonságérzetben ingatom magamat, hogy ó, most már minden fasza. De olyan szinten most már minden fasza tényleg, hogy bár ugyanúgy nem tudom ökölbe szorítani a kezemet, max így ennyire, legalább már nem szarok be a fájdalomtól, tehát ténylegesen jól összefort a csont, úgy néz ki meg, lohad is le. A fekete kígyóbőrömet azt levedlettem. Hú, de kurva büdös volt alatta egyébként, ne tudjátok, meg nagyon parádés volt. Csodálkozom, hogy mellettem nem ájult el senki egyébként a balesetibe. De egy a lényeg, hogy túl vagyunk ezen is. Aztán, hát drukkoljatok, hogy helyre rázódjak minél hamarabb, mondjuk ezt titeket úgy se érint annyi, hogy addig nem tudok edzésre járni, de videókat gyártani úgy is tudok. Szóval de azért érezni fogjátok, hogy milyen a kedvem alatta. Most határozottan pozitívabban állok még inkább az egész történethez. Na, remélem felkészültetek a mostani részre, ugyanis átverekedjük magunkat Sands Fortressen, ez lesz az, amikor kiszedlek benneteket a komfortzónátokból, és lerombolom az Anor Londorról alkotott kis rózsaszín világotokat. Élvezni fogjátok minden percét, és a végén hálásak lesztek nekem. De erről majd egy kicsikét később nyilatkozok bővebben. Nem resztelődött az a buzi csapda? Süt. Az, amilyen szarul kezdődött, olyan jól végződött. És most, hogy a Titanite démonokat lecsaptuk, haladhatunk tovább. Szóval a 10 flask az mennyire lesz elég? Most azt terveztem, hogy a staminát is felrángatom ugyanúgy 22-esig, aztán utána majd meglátom, hogy mennyibe kerül egy szint. Ha túl sokba, akkor dexet húzzuk előbb 40-ig, aztán kicsikét glasscannonosabb módba darálunk. Hogyha pedig még annyira nem lesz vészes, akkor pedig 25-25-ig kezdésnek fölhúzzuk a cuccokat. Fentről már lövöldöz egy ilyen kobra ember. Mostában a kobrákat nagyon megszerettem. Mondjuk azért, mert a Cobra Kai című nagyon sikeres YouTube prémiumos sorozatra emlékeztetnek. Én kapásból mindenkinek tudom ajánlani, hogy nézze meg. Tehát most egy hónap YouTube prémium amúgy is ingyenes, ugyanúgy, mint a Netflix meg az HBO Go. Szerintem a Trónok harca az idén elbújhat a picsába. Részemről már kapásból van 3 sorozat, amelyik überelte. Ugye az 5 részes Chernobyl, a 8 részes The Boys, amelyik ezt a szuperhős mítosz parodizálja ki, de olyan keményen, hogy az is megér egy misét, na meg ugye a Cobra Kai. Aki látta az 1984-es Karate Kidet, akkoriban hát azt nem mondanám, hogy olyan hű, de nagyon-nagyon jól sikerült filmet, de azért a maga módján eléggé ikonikus volt, az utána következő 2 rész is, és most a sorozat, amit csináltak belőle, az ugye 34 évvel később játszódik. Na és igen, át kéne jutni valahogy ezen a paraszton. Ó! Oh. Ez tök flow lesz, besikerült még. És itt egy csapdínyó. Tehát ja, hogyha valaki kérdezi, hogy részemről melyik a top sorozat 2019-ben, akkor az én voksom az a Cobra Kai-ra esik. Bár igazából az első évad az még 18-ba jött ki szerintem, de ebbe most nem menjünk bele. Tűken ülök a Season 3-ig. Jaj! Tényleg, rossz a sorrend, hát mit csinálok? Na, emá tetszik. Mielőtt itt azonban nagyobb tovább mennénk, itt van még egy dolog, amit meg kéne tennünk. Ne aludjál szolgálatba, te fasz!
Igen, ezzel az atakkal kéne valahogy bezúzatni vele a falat, ha jól tudom, csak ezzel a hülye szúrós támadással. Ah, nem, ezzel is megcsinálta. Így pajzs nélkül ez kicsikét nehezebb volt kikorrigálni, ugye azt is számításból, hogy ne essen le, én ne essek le, ne szopjam be a nagy faszt, stb. Na de. Most ugye van Master Key-ünk, tehát mindjárt vele is foglalkozunk. Big Head Logan lesz. Igen, ikonikus NPC, bár tekintve, hogy a Magicünk az valahol a béka... Nem is kell Master Key. Tekintve, hogy a béka segge alatt már egyelőre nem tudunk vele mit csinálni. 12-es Intelligence, az... Nem tudom, hogy annyi van, majd szóba áll-e velünk, majd mindegy, majd megnézzük. Mindenféleképpen. Fényes ötletet támad. Szabadítsalak ki, mi? Sorcerernek ő ténylegesen egy kincs. De hozzáférhetünk a spelljeihez később egy Uxerheist-be, akkor is, hogyha nincs meg a kellő intelligence-ünk. Ez a task failed successfully, tudjátok, biztos láttatok már ilyen mémet. És visszatér a tanítványához, a Griggs of Windheim-hez, Firelink Shine-ba. Lehet lemegyek beszélni vele, velük. Végül is nincs messze. Lord Essel nélkül is legalább shortcutok vannak. Ja. Ezt megint nem akartam. De ebben most kivételesen jól jöttem ki. Nem nyúltam bele az orjukába senkinek. Most egy másik questline-t is tudunk folytatni. Itt kinézünk egyenesen ezen az ajtón, akkor elsodor minket egy kurva nagy kőtömb. Indiana Jones feeling. Itt ezek van, amikor alapvetően halottak szoktak lenni. Ez nem tudom, hogy Sigmayer munkássága-e, vagy bug, őszintén. Erre a mai napig nem jöttem rá. Hoppá. Ajajaj. Hát ez majdnem halál lett. Azt hiszem, ezt a harapós atakot talán pont nem lehet beerizni. Blokkolni bele, meg aztán pláne nem. Na de mindegy. Felemésztett a gondolkodás. Igen, 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 nem beszéltünk vele, amikor kint ült itt a Fortress előtt, de igazából innen is indulhat a questline. Gondot okoz neki ez a golyócska, nem tudja túlfutni. Micsoda kis humorzsák, hogy... Ahhoz képest, hogy kilátástalan a helyzet, elég boldogan áll hozzá, nagyon is egy pozitív karakternek ismertem meg két részben. Na. Igen, öcsém, te ezzel itt tényleg nem tudsz majd mit kezdeni. Bízd a profikra. Mindjárt megmutatom, hogyan halljatok meg, profim. Na. Híláljunk fel egyet teljesen a biztonság kedvéért. Na igen. Hessze, hessze. Ó, már itt is van. Erre is menjünk tovább mindjárt. Menj már a faszomba az utamból. Légy szíves! Na igen, és ide miért jöttünk? A Ring of Steel Protectionért. Fizikai védelmet tövel, gondolom mondanom sem kell, hogy milyen hasznos. Hogy is állunk amúgy izével? Súlyjal. 17, 1 per 87. Ezt levesszük. 17 per 58. Aha, ez még midroll. Staminára vészesen pakolni kell. De ezzel az armorral szerintem már fölkúrom egy 30-asig, akkor már bőven jó lesz. Az majd kiderül, na most megvárjuk a következő golyót. Önként majd lehet megállok egy kicsikét tornáztatni a kezeimet. Mert ajánlatos lenne. És az a durva, hogy ahogy itt megyünk egyébként tovább, pont átáll az a csapda úgy, hogy... mögöttünk lesz a csapda, most is. Aha! Júj, ezt de benéztem. I was absorbed in thought. Ahogy a kollega mondta itt, át is állt a csapda, és most egy másik útvonalon fognak jönni a golyóbisok. Persze pont egy olyanon megint, amelyik nekünk kellemetlen. Na igen. Ez érdekes. Ez nagyon érdekes, amikor így visszabasz, úgyhogy már nem is érek hozzá.
Most imádkozzunk, hogy nem kap el. Oké. Sikeresen megúsztuk. Na, akkor most mérlegeljünk. Ebbe az irányba el tudjuk küldeni nyugodtan. Az a rész ott majd kulcsfontosságú lesz későbbiekben. Egy kulcsot fogott őrizni az a gyökér. Pontosabban nem fog, mert most is őrzi. A csapdát nem lehet kikapcsolni, csak elforgatni. Erre irányíthatjuk a golyókat nyugodtan. Igen, ez az a rész, ahonnan jöttünk. Sőt, igazából most tennék is saját magunknak egy szívességet. Elforgatjuk ugye oda ki az üresbe a picsába. Ugyanis elhagytunk valamit. Nagyon működik az error detection-en, vigyázzatok velem, nagyon profi vagyok. Elhagytunk egy fegyvert. Ami dex build-be, különösen PvP-re elég hasznos dolog, ez a shotel. Az a jellegzetessége, hogy heavy attack-kal pajzson keresztül is tudsz sebezni. Én nagyon sokat használtam, amikor az elején még PvP-ztem az egybe. Tényleges, amikor már egy ilyen együttésnyi HP-ja volt az enemynek, oda basztam egyet, aztán mit se sejtett. Persze volt, aki visszaírta, hogy köcsök csaló, de... Most értitek, az ilyen nem mit tudok kezdeni. Nem érti a játékbeli mechanikákat. Aha, vissza is állt megint. Hát ez szopás. Ez szopás. Kettőből kétszer ki tudom kerülni. Akkor nagyon jó. Igen. Arra kell majd tovább menni, de most még egyszer... Nem, várjunk csak. Igen, ez megy ki oda arra. Ez szintén, ez azt hiszem oda ki, ahol a Logent szabadítottuk ki, tehát igazából ezt is lehetne használni, nem muszáj a kígyó emberrel betöretni, de ez így több backtrackből állna, én igazából megoldottam egyszerűbben. És nekünk most talán pont abba az irányba is kell, hogy menjenek a golyóbisok, de... ideiglenesen elforgatom. Lenézek minden okése. És arra fele van egy-két tárgy, amit jó lenne felszedni. Van idő visszaérni bőven. Igen. Ide kéne beejteni még egy jó párat, hogy betörjen mögötte azt a falat. Ezt most visszafele megint meg fogom szopni amúgy, de tudjátok, lootolási vágy. És ez a láda, itt egy mimik, szóval hogyha van Lloyd's talizmánom. Így azt hiszem többet is sebzünk rá talán. De egy biztos ilyenkor elalszik, ki tudott belőle szedni a tárgyat. Én ezt persze nem vártam meg. Ezzel a lifttel meg, ha jól tudom, a Titanite démonokhoz lehet lemenni. Mondjuk ez mondjuk pont feljebb víz, de én ezt az utat sose szoktam bejárni. Így is fogalmazhatnék, hogy már minek. Szóval ide majd mindjárt leengedünk egy pár golyóbist, azt majd ki fogom vágni a videóból, ugyanis tényleg egy fölösleges jelenet, hogy lássátok. Viszont a csapda nem áll vissza eredeti irányába, addig meglepjük itt ezt a kis faszt. Lord Soul of a Proud Knight. Nem illusorival. Tudjátok, a checkingnek nem nincsen hátránya. Black Sorcerer szettés, egy hash. Sorcery. Itt pedig, ha minden igaz, akkor most hova is jövünk át? Tak, 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 ez már egy picikét ködös. Be wary of up. Ez is a Titanite démonokhoz visz le. Legalábbis, ha jól emlékszem. Ezeket megmondom őszintén, körülbelül egyszer vagy kétszer használtam. Kipróbáltam, aztán rájöttem, hogy jó, itt már voltam, fölösleges. Másik izgalmatosabb rész viszont... az ez lenne itt. Vagy igen, talán itt jövünk le a... Igen, Andriska meghalt. Jó. Semmi gond.
Target lock. Látjátok, milyen amatőr halálokat tudok összeszedni amúgy még mindig? Tehát ez egy olyan dolog, ami minden szószjátékosnak a keresztje marad egészen addig, amíg él. Vagy amíg el nem kezd mással játszani. Na szóval. Ha. Újra itt. Most akkor már errefele is haladunk. Természetesen azóta meghaltam még egyszer. Leszánkáztam itt is, target locknak köszönhetően. De ez most nem fog így megtörténni. Ide mégpedig azért jövünk le. Innen a másik Titanite démonra, a könnyebbek közül. Lehet dobni egy faszántos kis plancsetekot, illetve egy gyűrű miatt jövünk. Amely azt hiszem a footsteppeket fogja elmaszkírozni. Igen, Slumbering Dragon Crest Ring, így van. Vera produces no sound whatsoever. Hangtalanok leszünk, mint egy ninja. Innen pedig amúgy vissza lehet jönni. Ide óvatosan, persze, hogy ne sodorjon el az ingabárd. Ja. Most, hogy ezt is letudtuk. Igazából ténylegesen várunk egy kicsikét, hogy betörjék a golyóbisok azt az aknát. És akkor bemegyünk még a Gold Serpent Ringért is. Mire befakadjunk, hogy egyébként a csapda vissza fog állni megint alaphelyzetben, mire elérek odáig? Ah, téged életbe hagytalak. One shot, bitch. Annyira éreztem amúgy, hogy visszaáll, igen. Olyan eskü, mint hogyha lenne itt egy láthatatlan fasz, aki engem akarna szivatni. De nem, ez magától áll vissza. És most az a terv, hogy itt szépen várunk, míg leengedünk egy olyan jó, nem is tudom, ötöt. Átforgatjuk, megnézzük, és hogyha nem, akkor várunk még tovább. Aztán meg megyünk tovább erre. Ez lesz most a nagy terv. Na, lássuk a szervert. Oké. Ah, voilà. Ide le lehet mászni amúgy egy létrán, de megmondom őszintén, semmi értelmét nem látom. Ide mégpedig emiatt jövünk. Na már láthattunk. Item discovery növelő. És igazából, hogyha most már lejön ide egy golyóbb is, akkor az meg arra távozik az éterbe. Az ott tiszta halál, higgyetek nekem. Én már láttam. Haladhatunk is tovább. Ezt a kis közjátékot leszámítva, ez így egész gyorsan megy. De lesznek ám még itt jó részek. Nem kell félni. Fönt egyébként egy ugyanilyen giant pakolgatja ezeket a golyókat, mint amilyet már leszettünk. És hiába szedjük le egyébként, attól függetlenül a csapdát, ez nem állítja meg. Ez nem tudom, hogy ilyen futóteszt volt a Silver Knight-oknak, hogy ténylegesen. Itt egyszerre kéne átszaladni. Sutty. Ezt szerintem sikerült. Na az ott viszont már biztos, hogy egy titán démonokhoz vezető kis utacska. Hú, be vagyok kerítve. De beszartam. Large Titanite Shardé. Hüde jó. Hüde jó.
Na ez a mostani egy kicsikét már izgalmasabb lesz. Ugyanis itt plusz nehezítésnek betettek egy ilyen dögöt, amelyik lövöldöz. Nem mondjátok, hogy leesett. Nem mondjátok. Ugyanis itt nem ártana sétálnunk. Ha igen, itt ahogy látom, meg is haltak egy páron. Most képzétek, hogy innen telibelő minket azzal az elektromos csapással. Ilyen paraszt. Itt az a taktika. Átfutunk az első kettőn is, várunk. Jó, megvan. Király. De hamar visszaáll ez a csapda. Igen, itt az a köcsök kígyó ember lett volna. Jó, oké. Na és most már viszont végre Bonfire közelbe leszünk. Azért kezdőknek ez egy viszonylag szopatósabb rész. Ráadásul a Bonfire-t is megtalálni, azért ez nekem sem ment annó elsőre. Ráadásul van egy Giant, aki ezeket a robbanósabb golyóbisokat dobálja. Pont egy olyan. Itt le, jövünk óvatosan, itt lesz a Bonfire. Picikét, mondhatni elszigetelt részem. Ezt viszont mindenképpen húzzuk. Mindenféle kurva képpen. Reverse Hollowing. Tüty. Na, faszák vagyunk. És igazából, hogyha valakit érdekel, hogy itt most mit kezdünk magunkkal, visszajutunk pontosan erre a részre. Így. Meg remélhetőleg nem ér el minket mindenhol ez a fogyatékos állat. Ezért, ugyanis ezt a telepet akarom itt előtte lezúzni. Csak két Boulder Knight van, meg egy láda. Egy gyűrűvel. Hoppá. Ezeket néha kicsit el szoktam kapkodni. Ők azért low levelen elég undorító ellenfelek tudnak lenni. Különösen a repieresek. Flame Stone Plate Ring. Ja. Erről van szó. Tehát és sok hasznos tárgy el van rejtve amúgy. Na de. Most akkor... dobál ez a hülye paraszt, tehát... vegyük egy kicsikét sietősebbre a dolgokat. Kicsikét fáziskésésben van szerencsére, szóval egyelőre jók vagyunk. Igen, az a tag az ott fönt. Itt pedig lesz egy ilyen... nagy drabár porcelán állat megint, akit lehet perizni, de riposztolni nem. De ő egyébként respawnol. Tehát large shardot lehet tőle farmolni egyébként. A great swordot is dob talán. Bár az már inkább egy ritkább drop. Itt pedig lesz egy nöpöc. Non-playable character, az a Ricard the Archer. Júj! El is fejtettem, hogy milyen faszopók tudnak lenni a vívótőrök. Hát akkor most rám jön a fosás. Na. Ezt nem mindig tudom lekövetni tényleg, és ez most kurva gáz volt. Értem, hogy tudok perizni, és hogy ennek nem lenne szabad megtörténnie, meg a kutya fasza. De újabban vele egy kicsikét bajba vagyok. És megkaptuk a Ricard's Rapier-t is. Ami. Tak, mibe is vagy te jó? Ja, hát igen, Dexes Weapon. Sosem voltam egy ilyen nagy vívótörös példánya az emberiségnek, tehát én ezeket nem használom. Ray Dimitri a nagy esztokos, meg mit tudom én, miket szokott használni. DS3-ban is kezdő karakternek, ahogy láttam, mindig az Assassin-t indítja.
hogy mit követtem. Divine Blessing. Rare Ring of Sacrifice. Na. És most akkor el kell döntenem, hogy kockáztatok, és előbb megszerzem a shortcuthoz a key-t. Hogy utána minél kevesebbet kelljen backtrackelni. Csak ugye itt akkor benne van a pakliba, hogy pont el fog kapni egy ilyen dobással. Ez az idegbeteg fasz. Tudjátok, mit egyszer élünk. Pontosabban nem, egyszer halunk meg, addig minden nap élünk. Na de értitek, kockáztatok egy kicsit. Talán még jól is fog elsülni. Ajajaj! És túléltem, jó. Előbb-utóbb amúgy ezt is fel akartam szedni. Mostában olyan máker vagyok ilyen téren, hogy elbasszom azt, amit eredetileg tervezek, és összejön valami más, amit így később akarok, de totálisan máshogy. Jó, oké. Azt hittem egy ilyen esés megölne. Hát jó. Akkor second try. Na pedig itt elsőre amúgy mindig át tudok ugrani. Most egy kicsikét később futottam neki, és amikor ugye már esik a karakter, akkor már igazán tudsz ugrani. De neki futásban van az erő. Na, látjátok, ezt mondtam. Pedig van egy kétségbeesett NPC, aki lényegében nekünk is azt mondja, hogy akármit csinálok, mi úgyis szarok maradunk. Ő egyébként egy merchant, lehet tőle venni egész hasznos dolgokat. Large shardot, titanite shardot. Mondjuk elég horribilis áron adja. Great shardot, great axet, balder shieldet is. De ezek mind dropok egyébként, csak úgy mondom. Akkor ugye nyilakat is. Meg a Katarina szettet. Arra nem emlékeztem. A steel szettet tudom, meg a balder, de a Katarinára nem emlékeztem, hogy meg lehet tőle venni. Sokak által kedvert armor egyébként, hogy elég tankos viszonylag. A kis Michelin ember outfit. Gyűrűnek meg még ugye a Thunder és a Magic elleni védelmet. Tehát lényegében meg se próbáljuk megközelíteni Anornodot, mert korábban már nagy nevek is megpróbálták, mint Black Iron Tarkus, ugye Logan, akit kiszabadítottunk, illetve Night King Randall, akiről talán van is egy leírás. Ott van, igen. Jól emlékeztem. This ring belonged to Night King Randall. One of the more well-known speaks of his standing down a giant drake and slashing it to pieces. Na, ez a sárkányölő faszi volt. Róla nem tudni egyébként sokat. Talán ez az egyetlen referencia van rá. És nem ő volt itt a lényeg egyébként, meg a nagyon nesze semmi fog meg jó tanácsai, hanem ez a hosszas lefelé menetel itt. Hogy lehet meghalni? Valaki shortcutot próbált megnyomni, lebukfencezni a lépcsőről, aztán nem jött össze. Hogy itt invédelték be? Jó, én is szeretlek, nem kell ennyire elém rohanni. És ezt mutattam nektek. Jó, hogy ezt így intéztük el, ugyanis a későbbiekben, pontosabban amerre most haladunk, ez rohadt jól fog jönni. Megnyitjuk vele a shortcutot, amivel lényegében a Sands Fortress elejére alája ereszkedünk, hogyha esetleg valaki most akar upgrade-elni, vagy ilyesmi. Nekem is megfordult a fejembe egyébként. De igazából, why not? Így már Undead Per is lényegében karnyújtásra van. Ja, meg is mutatom. Úgy, akkor te ott baszódj meg. Ő, higgyétek el, nem ér annyit. És 3000 soul, ez egy titanite chunk. Chunkban már nem is vagyok biztos. Majdnem sikerült. Titanite shard. Itt pedig most valaki nagy bölcsen ideírta, hogy illusory wall lőhet. Nem, ténylegesen, dead end, you don't say.
Felettünk van egyébként az Iron Golem talán. Pontosan. Egész pontosan. Hogy ő a játékban pontosan mi célt szolgál, milyen szerepet tölt be, azt a mai napig nem tudom. Talán ebbe az erődbe ő a végső akadály. A Silver Knight-oknak így a kiképzőpályán le kellett verni. Azt tudom, hogy az Anorlondóba vezető utat őrzi, de hogy ő pontosan kicsoda, micsoda, azt nem tudom, hogy például a lelkéből miért épp a Dragon Bone Fist-et lehet elkészíteni. Na, de miért haladnánk tovább? Beaktiváljuk gyorsan ezt a shortcutot. Lényegében ide ledob minket. Elég kedvezőtlen helyre. De hogyha tudunk párizni, akkor ez nem gond. De tudjátok mit? Én most maga biztos vagyok. Nem megyek most vissza még upgrade-elni. Igazából már mit, hogy, hova. Talán még a bow-on tudnánk egy kicsikét, de azt is egyelőre csak 10-esig. Kaszával jók vagyunk, armort nem lehet húzni. Igazából most szerintem szinteznünk kéne. Az lenne a legjobb döntés. Másodlagos fegyver, majd ugye egy divine kéne a katakombákba. Ott azért azt nem kísérlem be én se ilyen könnyed armorba, hogy csontikat többször lekaszabalom. A nekromantákat lenne őjük, de hát majd meglátjuk, attól függ, hogyha igazából egy ilyen vágásból meghalnak, ezt majd letesztelem később. Mert lehet akkor adok még egy kis plusz challenge-et a dolognak. És igen, ott áll büszkén és önelégülten az Iron Golem. Igen, igen, tudom, mi van, hogyha megpróbáljuk lenyilazni. Oda van scriptelve, gyerekek. Nem lehet vele semmit csinálni. Ha eljövünk erre, innen se tudjuk lenyilazni, mert mint mondottam, oda van scriptelve. Ott a harang, amit megkongattunk, és itt pedig be lehet idézni Iron Tarkust, igazából. Akinek a hulláját izébe fogjuk megtalálni Anorlondóba, pont a painting előtt. Egyébként egy-két érdekes dolgot tanultam még így a lore-ról, hogy tudjátok, van ugye Havel, akit a kezdők azt hiszik, hogy megölnek ott lenne a cellába. Az bizonyított, hogy az igazából nem Havel, tehát a Havel armor az lényegében olyan, tekintsünk rá ilyen sorozatgyártott dolognak, hogy ez nem ilyen egy emberre készült cucc volt, tehát Havel Knightból több is van ténylegesen. Ugye a Dark Háromba is van, a kettőbe is többszörösen felhasznált cucc az egész. Az igazi Havel egyébként, vannak rá referenciák, hogy Ashley-ben van a hullája. Tudjátok, hogy miért? Azon találtuk meg ezt a Great Magic Barrier-t. És ugye Havel eredetileg cleric, ezt őt, ez az ő kreálmánya, ez a magic, és ő az egyetlen, aki használni tudja. Tehát, ténylegesen, tudományosan bizonyított tény, hogy akit te az elején az Undeadburgbe, a cellában megölsz, az nem Dwayne Havel the Rock Johnson, hanem csak egy egyszerű Havel Knight. És a hullája az pedig egy ugyanolyan összeaszott hulla, mint mindenki más, és ott heveres légben. Tehát itt is van Miracle of Bishop Havel the Rock. Havel the Rock, an old battlefield compatriot that Lord Gwyn has the sworn enemy of was the sworn enemy of Sid the Scaleless. He despised magic and made certain to devise means of counteraction. Tehát lényegében Sid the Scalelessnek volt egy esküdt ellensége, és Gwynnek régi jó balátja. Akit úgy hívtak, hogy Ficus Cookies. Közkedvelt kérdés. Ezt itt hogy éltem túl? A kétszeres Bloodlust azt viszont ő már sehogy. Azt hittem, hogy nincsen felén fordulva, de elfelejtettem, hogy ő az a Giant, aki lényegében így vár minket. Az ismételten egy szerencsés action volt, és kerek 20 000 szól, ezeket a nagy csöcsös gömböket basszuk szét. Az Iron Golemnél meg megpróbálom azt az egyszerű taktikát alkalmazni, hogy minél több damage-el küldjük a padlóra, ütögessük, hogy hanyat tessen, és hogyha szerencsénk van, akkor talán úgy esik hanyat, hogy... Elnézést, lecsó. Hogy kiesik a pályáról. Nya. Így. I'm going in hard, boys. Hold my beer. Tökéletes helyszín, egy tökéletes győzelemre. Látjátok? 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 Látjátok?
Hoppá, nem sikerült hanyat basznunk. De látjátok, mekkorát rávertünk? És jó sokáig itt szendereg egyébként. Na még egy dúó. Na ezt így sem öltem még meg. Úgy már igen, hogy leesett. Az is volt a tervem, csak nem abba az irányba sikerült eldönteni. Vissza tud itt nyalni egyébként a fagyi, hogyha ő dob le minket, mert van egy grebetekja. Jó messzire elhajít minket, vagy csak a földbe zúz talán. Egy a lényeg, hogy szarul lehet kijönni belőle nagyon egyébként. Na. És a lényeg ennek az utazásnak most kezdődik. Mint ahogy már mondtam, ki foglak benneteket szedni a komfortzónátokból a Norlondót illetően. Majd mindjárt meglátjátok. Na, jó már, ez a faszapó, power within. Amúgy is lesz egy bonfire, szóval nyomjuk. Megérintjük ezt a Ring of Light-ot és jönnek értünk a démonok, hogy elvigyenek. Szép, igaz? Gyönyörű szép. Egyenesen varázslatos. Sokatoknak bizonyára kedvenc helye. Mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy ez kamu? Mit szólnátok, ha azt mondanám, hogy ez az egész csak egy kibaszott illúzió, semmi több? Ez az egész napsütés, pompa, a Silver Knight-ok. Meg még talán a bosszok is. Egyelőre most ennyi teaser elég volt. Az Owen-es boss harc után fogok tudni erről többet nyilatkozni. De maradjunk annyiba, hogy ez az egész egy illúzió, gyerekek. Akármennyire is nehéz beismerni, ez a szép táj itt... Nem ez a Norlondónak az igazi formája, hanem az, amit a Dark 3-ban látunk, csak egy kicsikét még ilyen jobb verzióban, mielőtt Aldrich betrollkodik ide. Amit még pedig úgy érhetünk el, hogyha leszedjük Guinevere-t. És most sokan utálni fogtok, mert tudom, hogy nagyon sokan imádják őt a nagy csöcsei miatt. Amikre még többen rá is szoktak zoomolni, de nem lesz itt lébecolás meg a kutyafasza, nem. Meglátjátok majd a Norlondónak az igazi formáját, meg a hozzá kapcsolódó lort is elmagyarázom, amennyit én tudok belőle. Barátnőm sokkal jobban ért hozzá, amit tudok, azt én is tőle tudom. Két hit. Nya, király. Többek között föl fog merülni benne egy kis Dragon Slayer Ornstein és hasonló lór is. Pontosabban inkább csak teória, mert az a része, Dragon Slayer Ornsteinnak a része, az nyitva van hagyva. Igazából van két lehetséges magyarázat is arra, hogy mi miért van, hogy tehát, hogy például a Dark Souls 3-ban ő mit keres, ott a Nameless King eriájánál, hogyha... Beszoptam menni staminám, igen? Tehát, hogy mit keres a cucca a Dark 3-ba? Ezt dodzsoltam, öreg. Mit keres a Dark 3-ba a cucca Ornstein-es, vagy a Nameless King-es részen, tudjátok, még igazából fanart is már róla, amint majdhogy nem kézen fog vál a Nameless King-el, és nézik együtt a naplementét. Igazából ez egy elég izgalmas... Ezt megint dodzsoltam, geci? Nem különösebben szívlelm ezeket a tagokat. De legalább droppolhatnak csánkot. És itt ebbe a terembe Ornsteinnek a szobra van. Másikba pedig Smaugénak. Na és mindjárt elmegyünk majd. Ott arra igazából nem is kéne még kitérőt tennünk, de mindenképpen fogunk. Csak most már szintezünk egy kicsit. Remélem nem gondoljátok ezt az hát igazából ez nem is az én elméletem rohadtul. Remélem ezt a... ezt a cuccot, amit mondtam, nem gondoljátok totálisan bullshitnak. Igyekszek majd minél jobban megmagyarázni. Csak föl akartam vezetni valahogy egy kicsikét ilyen fancy-sebben. Remélem azért bejött. Ő pedig Gwyndolinnak az egyik követője. Igen, igaz van, ő egy Firekeeper. The bonfires attended by the keepers, they are linked to one another.
yet never shall the keepers of these flames meet. If you require rest, that is... Nem lenne szabad a Firekeepereknek találkozniuk egymásokkal? Egymással? Az fura, erre nem emlékszem. Ilyen téren nem tudok mit hozzáfűzni sajnos. Három. Ez király, ezt ennyire is akartam fölvinni. Talán még egyet rábaszni. 2000 szó kéne. Hát ezzel biztosan megleszünk. Ez 3000-et ott talán. Ja. 22. Faszák vagyunk, igen. Most már... Nem. Még így is elemészti a teljes staminát. De... Na, nem baj. 17/93. Á, még mindig nem jó. Tehát ugye 25% alá kéne lemenni. 62-nek a fele az 31, és 31-nek a fele az, az 15,5. Igazából már majdnem jók vagyunk. 30 a stamina mindenféleképpen kelleni fog. Ahhoz, hogy ezt a buildet Havelstring nélkül is tudjam tartani. Hát igazából a bónak milyen súlya van? 1-es, 2-es. Esetleg max annyi, hogy majd csak akkor rakom be, hogy a boss... Bár igazából az úgy nem jó. Mert... Gyere faszkalap. Jó. És te jössz, öreg. Hát ezt csúfosan mellé ütöttem. Semmi csang, hát beszarok rajtatok, hihetetlen. Komolyan. Twinkling Titanát, és itt van Executioner Smaugnak a szobra, aki olyan dagad, hogy még a kalapácsán is nyomokba ilyen parizel alakú csöccsíkok fedezhetőek fel. Nézzétek már, milyen kövér állat. Aha! Jól látom, hogy más színe van egyébként a mimikes chestnek. Jó, tudom, hogy a lánc alapján kell őket figyelni. Na, megmutatom értelmesen ezt a Lloyd talizmános dolgot. Crystal Halberd. Miért vártam, hogy megint adjon valamit? Ez szintén egy ilyen hülye szokás. Hát úrom, megfogta pajzsal. Most meg átsúintok a lába között. Na jó, na jó, na jó, na jó, na jó. Ez már kriminális, ez a bénázás. Mit művelek? Ez már kezd egy kicsit kriminálissá válni, tényleg. Na de. Mehetnénk erre is, hogyha nem lenne lezárva az út, meg is mutatom nektek gyorsan. Mi akadályoz meg minket a továbbjutásban. Ki is fogja dobni, hogy sealed away by the great lord's power. Vagy valami hasonlót. Igen. Brilliant light. Amint a Lord Vesselt az oltárra helyezzük, ez már egyből el fog innen tűnni. Tehát egyelőre még felejtős. Ez a Dukeser Hives. Amint megszerezzük a Lord Vesselt, mindenféleképpen nyúlondót kitakarítjuk, de akkor a Four Kings nem öljük le. Csak hogy a mai farmolnunkat nem ártana, aztán az oltárra helyezzük a Lord Vesselt, jövünk ide. Aztán... A Seed the Scaleless Lito meg a Bed of Chaos szerintem lemelt, és aztán DLC-zünk. És igazából tök overpowered-en oda fogunk menni Sifhez meg a Four Kingshez, de... Ja. Nyomhatnám korábban is a DLC-t, de most minek szopassam meg magamat. Az elég kemény lesz így is. Nagyon. Ami még remélem, hogy belefér a mostani részbe, az az, hogy a Painted World-ig elvergődünk valahogyan.
De itt szerintem úgyis be fognak invédelni, tehát még jó, hogy ezt a 64 ezet elnyomtam most. Arra az esetre, hogyha kikapnék. Az egyben a képességeimmel több mint tisztában vagyok, tehát... Itt meg, ha jól tudom, nincsen semmi. Jó. Még annál is kevesebb. Itt viszont egy gargoyle. A másik oldalon is lesz majd egy. Ho-ho-ho! Gargoyle Tail X. Gargoyle Help. Volt itt minden, ami gargoyle. Itt pedig most az út zárva van. Arra fele fogunk fölcaplatni valahogy, ahol a kamerakezelés ismételten olyan parádésan szar, hogy ténylegesen minden egyes idegszállatokba kapaszkodnotok kell, hogy ne pattanjanak el, tehát... Jaj. Jó, 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 még egy Demon Titanite. Mennyi van már ebből? 7-8 Dragon Scale. Végülis semmire nem használtam el eddig. Na és most ez a csilláros bénázás. Ehhez lesz majd ám a jó. Lényegében a dobótűröket se tudjuk majd kivédeni semmivel. Dodzsolni meg nem igazán szeretném. Tehát ezeket majd így... Az íj az be van készítve. Szóval gond egy szál se. Ja. Minek perizem őket egyébként? Jó, mondjuk talán ez a nekifutós attack a csilláron, ez nem fog jót tenni a biznisznek. A mi bizniszünknek. Itt lehet, hogy majd inkább íjazok egy kicsikét. Az biztonságosabb lesz. Tekintve, hogy ez itt nagyon halál. Aha, többit is valahogy így kéne. Jó, az a hetesre fölhúzott feriszi. Ezt sajnos itt végig kell játszanunk, gyerekek, és itt már tényleg van egy jó pár Bloodstain. Jó, fejbe kéne lőni basszus azt a majmot. Azaz! Igen, 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 reméltem, hogy megtántorodik. Nagyon reméltem. Ezek után most már ciki lenne, hogyha... miatt halnék meg, mert lecsúszték, vagy ilyesmi. Itt pedig könnyítsük meg a dolgunkat, és nyessük le ezt a csillárt. Ah, kicsort! Megismeritek az orosz káromkodás szépségeit. Szopd ki a... Ezt így, ja, könnyen megoldottuk. Mentem már itt végig úgy egyébként, hogy végig periztem minden, de ott azért végig csak volt nálam egy pajzs. Értitek? Amikor beakad abba az animációba, hogy bá, pedig egy justis téged késekkel foglak innen ledobálni, akkor ez nem túl tanácsos. Ezek után, hogyha itt most lecsúsznék, akkor... baszki. Van egy javaslatom. Itt. Előbb. Shortcut ügyileg intézkedjünk, vagy... Van egy jobb ötletem. Kicsit vakmerő, de higgyetek nekem, egy nagyon jó ötletről van szó. Ha itt most megakadnék a levegőbe... ami majdnem meg is történt. Maradék cuccot főszedjük még. Ettől féltem kurvára. Remélem a csillár túloldalán vagy te kis buzi, hogy legalább a shortcutot ki tudjam nyitni. Figyeljétek meg, hogy az lesz a vesztem egyébként, hogy itt szarakodok a loot felszedéssel. Addigra eső ember lazán ideér a nyakamba. De már nem vagyunk messze a céltól.
Mivel nincs megnyitva a shortcut, hogyha az elejére dobta le ezt a majmot, akkor... akkor talán csak szerencsém van, még csak... Értitek most, ezen részen speciál én sem szeretem a beinvédelnek. Legalább a shortcut meg van nyitva. Mondjuk, hogyha átmegyek Painted Worldbe, akkor... Hoppá, de itt meg itt lesz a gargoyle. Oh, oh, ez baj. Ez baj, ez baj, ez baj. Valahogy megoldjuk. Az is lehet, hogy akár még nyerek is. Ó, faszomat beléd. Jó. Halberd Shield, akkor volt Helm is, Telex. Igazából minden, ami gargoyle, az most már ténylegesen nálunk van. Na és most már megvan oldva a shortcut is. A problematika az viszont... az lesz, hogy... nem igazán fog... Aha, hív is le magához. A faszt, fölfele. Itt van. Jó, tudjátok mit? Essünk túl az egészen. Ah, faszopó Wrath of the Gods! Azért ezt nem mondanám, hogy szarul sebezzük. Hú, geci! Igen. Az a miénk! Jó, oké. Nem fog poidánolgatni. Hát azért érezhető, hogy itt nem az erősségem a harc annyira. Ja, hogy közben a facecamnek is annyi lett, most nézem. Na. Arragudjatok, annyira belemerültem a PvP-be, hogy észre se vettem, hogy közben ez kikapcsolt ez a vacak. Hát ez az elég kellemetlen. Nem tudom, hogy ezt a telefonom miért csinálja egyébként, hogy... egy olyan körülbelül 30 perc után leállítja a facecam felvételt. Fingom nincs, hogy miért csinálja, de... meglepően idegesítő. Na de. Legalább ez is letudva, kaptunk még egy humanity-t, amivel igazából... hoppá, még egy lejjebb akartam úgy menni. Kaptunk egy humanity-t, amivel följebb tudjuk húzni a lenti bonfire-t is. Most még egyet csak nem kapok a nyakamba, aminek igazából mód felett törülnék. Ó, oh, oké, okay. Még lejjebb megyünk, király. Leegészen a Dark Moon Tomb-ba, ahol még egyelőre nem tudunk mit csinálni, ugyanis nincs nálunk az a gyűrű, amit a katakombákba tudunk megszerezni. Dark Moon Seance Ring nincs, ugye? Talán nem szedtem föl. Ja, emlékeznék rá. De ez most egy első osztályú kis pihenőhely lesz nekünk. Hm. Hát jó, a plusz poiz az nála volt ugye. Ez a Wrath of the Gods, ez mindig is a faszpó miracle volt. Még már force-ot is rüheltem. Trollkodásra jó, de úgy köbben ennyi. Ó, tenné minden. Azért nem számított rá, hogy őt is le lehet akasztani két heavy attack-kal. Na jó, kezdem nagyon túlihegni ezt lassan. Hmm. 25-25-ig toljuk föl most magunkat is, stamina meg minden ügyileg. Ring of the Sun's Firstborn. Hú, ez mit is tudná, valami miracle-lel kapcsolatos. Boost miracles. Vin elsőszülöttéről egyébként nagyon sokáig volt az a hülye teória, hogy ez Solar egyébként, aztán persze később ez bebizonyosodott, hogy ez egy oltár is nagy... oltári nagy fasság. Ugyanis kiderült az a Nameless King. Ja, eredeti háború istene. Most viszont átszaladok még gyorsan a Painted Worldbe, és akkor a következő részbe azt fogjuk takarítgatni.
Ez így elég jól alakult ez a rész így most szerintem. Az, hogy nyerni fogok... Nem gondoltam volna, hogy összejön. Várjatok már. Ott olyan, mintha állnának valami hülye red fantomok, de aztán rájöttem, hogy csak a démonoknak a szárnya tükröződik vissza valami elképesztően hülye... Ah, igen, 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 jó. Milyen hülyeségeken tudok fennakadni, Istenem. Na, már csak utat kell törnünk a nagy festményhez. És minden rendben lesz. Nyet. Ó, micsoda kis... Faszopó vagy! Nem ezt akartam mondani. Ezt akartam mondani, hogy micsoda kis, jó kis közjáték lesz itt ebből. Azt a rohadt. De egy Mission Impossible-ös zenét lazán be kéne játszani. Jaj! Ah! Bazd meg, ez egy backstep volt. Az a jó kis Painting Guardian Sword. Elfelejtettem, hogy ezek is tudnak backstabelni. Titeket backstabeltek már egyébként ezek? A Darkroot Gardenbeli Thief NPC-re emlékszem, hogy ő tud, de ezek rohadtul nem rémlettek. Ezt is megtapasztaltuk. És miért lett egy szerencsés pillanat, hogy éppen nem haltam meg. Ne csináljátok azt, amit én, hogy berohantok három ellenfél közé. Jó az önbizalom, nagyon fasz a dolog meg minden. Na, itt van Black Iron Tarkusnak a hullája. A pénisz mintás pajzsával, meg mindennel együtt, és itt van a... magányos, hideg, festett világ. Ahova a Peculiar Doll nélkül nem tudnánk bejutni. Mint a Northern Undead Asylum-ba szereztünk meg. Ezt a sejtelmes zenét is nagyon faszán eltalálták egyébként. A komplikáció megkezdődik. Na, megmondom, mit ne csináljátok itt. Ne kezdjetek el hátrafelé rohanni, leugrani a semmibe, remélve, hogy azzal kikerültök innen, mert nem lesz így. Hanem meghaltok. Pontosabban, hogyha még másik bonfire-nél vagytok, és itt még nem mentettetek, akkor még ki lehet innen jutni talán. Mondjuk ezt nem teszteltem le. Valaki ezt próbálta már, hogy amint egyből bejön ide, meghal, hogy visszadobja a Norlondóba, vagy... Mert elvileg vissza kéne, mert mindig annál a bonfire-nél életsz újra, ahol ugye utoljára ültél. Na mindegy. Most már ténylegesen megbizonyosodok arról, hogy ide be leszünk zárva. Ugyanis leültem. Itt egyébként a Lord Vessel-es varpolás is úgy működik, hogy ide lehet jönni, de hogyha innen utána ki akarsz jutni, akkor az egész pályán végig kell magad verekedned, ami miután már nem fog élni a boss, meg stb. Egyáltalán nem lesz egy olyan teljesíthetetlen dolog. De ezt majd a következő részben megtudjátok, ugyanis most megint kifutottam az időből, én melyek tornáztatom egy kicsikét a kezemet, bekajálok egy kurva nagy adag lecsót, aztán megnézek valami filmet, vagy a fasz tudja. Addig is remélem tetszett ez a rész, és továbbiakban, hogyha még kíváncsiak vagytok erre az anorlondós történetre, akkor majd még nyomom tovább, bár hogyha most már elkezdtem, így is úgyis befejezem, nem érdekel senkinek a panasza. Jaj. Na most őszintén tényleg remélem tetszeni fog majd. Sziasztok!